Új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vágott neki a megyei másodosztályú bajnokságnak a balkány. A Mirgai László által irányított együttes a bajnoki címet célozta meg, azaz azonnal vissza akar jutni a megyei első osztályba. Nyáron 15 játékos érkezett, akikből sikerült gyorsan csapatot kovácsolni a szakembernek. A rakamazzal végig nagy csatát vívott a balkány, amely végül 14 győzelemmel és egy döntetlennel, 61 rugott, illetve 6 kapott góllal, egy ponttal megelőzve a nagy riválist, az élen zárta az őszt az alukonstruk csoportban. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Hát jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy minden ismerésem a játékosai és a vezetőké, hiszen tényleg egy döntetlenünk volt, sajnos az utolsó előtti fordulóban, Nyírébronyban egy döntetlen becsúszott. Remélkedtünk benne, hogy százszázalékosan végzünk, de sajnos egy döntetlen becsúszott, de én azt gondolom, hogy így sem lehetünk elégedetlenek. A rakam az egy ponttal rajtunk van, úgyhogy a bajnokság az nem lefutott még, nagyon nehéz szezon vár még ránk. A balkányiak a bajnokság kezdetétől igyekeznek rákényszeríteni akaratukat az aktuális ellenfélre. Támadó fotballt játszunk, nem is játszhatunk mást. Ha a bajnokságot akarunk nyerni, akkor neki kell menni az ellenfélnek, hiszen az ellenfelek beállnak a saját kapujuk elé, nem is tehetünk mást. Elég nehéz ez egyébként, hogy 11 emberre védekezik az ellenfél de hál' Istennek sikerült megoldani. Erősítésre mindenképpen szükségünk van, hiszen azt kell, hogy mondjam, a támadásainkból, a kialakított helyzeteinkből nagyon kevés voltunk, hiszen csak azt hiszem, ha jól emlékszem, 46-50 körül rúgtunk. A rakam az ennél jóval többet rúgott. Erősítenünk kell támadó szekcióba középpályán is kell egy jó védekező középpályás, illetve még valóban egy jó futó játékos, és akkor azt gondolom, hogy ö, teljes a kép. A balkányi csapat január 4-én kezdje el a felkészülést. Egy héttel később Nagy Kálóban egy nemzetközi teremtornán lépnek pályára Bogdanovicsék, akik még két tornával és a tervek szerint 11 edzőmeccsel hangolnak majd a február végén eselékes bajnoki rajtra.